Sziasztok, Robin vagyok, és most folytassuk a House Slippert, méghozzá egy újabb megbízást, most csak egy megbízást végzünk el. Ugye az előzőnél meg kettő megbízásom volt, és azokat sikeresen teljesítettem, bár egy kicsit lassabban, de megleptek, úgyhogy 100%-osan. És kerestünk is pár fieldért, és még maradt is nekik pénz költségvetésből. Úgyhogy most egy házat fogunk rendbe hozni. És kíváncsi vagyok, hogy melyikre lesz így a voksom, melyikre áll a voksom, úgyhogy még így nem nagyon. Nem ezt akartam. Minek vettem ezzel a fűnyírót? Na mindegy. Na nézzük. Azt mondja, hogy van két megbízásunk, ugye, amik így voltak, és van ez. És... hol van a másik? Itt van ez. Most már volt ilyen tengerparti, ugye ez. Vagy ez? Ez volt. Aha, igen. Akkor most ez lesz. Igen. Elfogad. Na úgyhogy egy ilyen kis vityilót fogunk most rendbe hozni. Kíváncsi vagyok, hogy mit kell. Igen. Na nézzük. Mi lesz itt a történet? Na nézzük. Sunset Bait. Megbízások, ugye? Na lássunk neki. Tomnak és Bettynek két gyermeke van. A helyüket régóta keresik. Az utóbbi években sokat költöztek, és nem akarnak ismét tovább állni. Nemrég találtak egy házat, amely a megfelelő cél... megfelel a célnak? Amely a megfelelő... megfelel a célnak. Jó. Ez elég érdekes. Na mindegy. Amelyik megfelel a célnak. Szerintem ezt a kerültek. Igen. Ő az egyetlen dolog, amelyre szükség lenne, az az épület alapos felújítása. A ház égi és gyorsan bemelegszik, ha mennyezett átterjedő hővel, ami szokatlan megoldás. Fennáll annak a veszélye, hogy ki kellene cserélni a fűtést. Ó, végre radiátorok jönnek. Hű, azt a mindenit. Jó sok költségvetésű összeg, most látom. Ezen kívül Betty szeretne alapos változtatásokat végezni a konyhában. Akkor most már tudom, hogy miért kell ennyi összeget elkölteni. Vagyis, hogy nem kell, csak ez a költségvetés határ, igen. Sok szerencsét, Olivier Jordan. Oké, hát, ez jó, 13 helyiség. Na, az... azt a... na, lássunk neki. Egyébként takaros a kert, nagyon jól néz ki. Wow! Azt... hát ez... ez nagy ház, azt a mindenit. Jó, oké. Hát itt el leszünk egy darabig. Igen. Jó, oké. Hát ez tök üres. Na igen, nézzünk először körül. Ott egy kandalló, igen. Ó, ez lesz a konyha, aha. Hűha. Ez a mosókonyha. Ja. Ez mi ez a kis ficak? Csak úgy dísznek van? De jó. Igen. Aha. Itt is vannak ilyen kis fickók. Fickák. Így, ez jó lesz.
Mennyi lyuk van itt? Már megint lyukak töménytelen mennyiségben. Jaj! Na jó. Hát először a nagy falattal kezdjünk. Ezzel. Jézusom, még itt is vannak? Mi ez a szín? Ó, anyám. Jézusom, mi van itt? Ó, hagyd ne mondja, hogy milyen fürdőszoba ez. Jó, oké, a fürdőszobával kezdjük. Ezt el kell tüntetni innen. Na nézzük, mit kell törölnöm? Jaj, de jó, törölnöm is kell. Ez jó, ezt akartam törölni, igen. Igen. Azt nem engedi. Ugye? Ezt így van, ezt. Jó. Hát az biztos, hogy a festés az borzalom. Na mindegy. Ujjjjjj. Ez így jó lesz. Hol? Aha. Itt van. Ez az. Oké. Szerintem először a fürdőszobákkal végezzünk, az lesz a legjobb. Célszerűbb. Ugye? Igen. Na, hogy mi? Csavarozzunk? Ez az. Jó. Szépen bedugjuk. Jó. Na. Ezt így bedugjuk. Igen, igen, igen. Ezt így. Jó. Na, hát szerintem fessünk. Enyhén krémes. Hát jobb, mint hogyha ez a kék meg a lila lenne. Az hódzéher. Na nézzük. Bár lehet, hogy ott kell majd... ott kell majd... Mindegy, először megcsináljuk ezt. Teljes festést, és akkor rárakjuk a csempéket. És akkor majd eldől, hogy hol lesz, mint lesz. Mindegy, most már megvan. Ezt így, puf. Bár lehet, hogy nem kellett volna eladnom. Mindegy, mindegy, mindegy. Zuhanyzó lesz. Jó. Na nézzük. Hát mindenképpen így, vagy így. Mondjuk ez nem rossz ide. Hát ide kellene. Ide. Meg lesz így. Túl szoros lenne ott a dolog. Aha. Ez az fehér. Jó. Aha. Jó. Ez az. Meg lesz. Ó, wow, király! Bár... már lehet, hogy mégis oda kellett volna. Mindegy, jó lesz ez így. Majd áthelyezik, hogyha nem tetszik nekik. WC papír. Tartó. Ide. Igen. Aztán... egy tükör, ami tök jó. Ez ugye ide lesz rakva. Így, még egy kicsit föl, úgyni. És akkor most, hát igen.
Ilyet kell. Szóval 15-öt. Jó, oké. Jó. Ezt ide. Igen. Hát csak azért kell ezt így körbe rakni, hogy nehogy a festék, ahol el van helyezve a festék, ott úgy megszűnjön létezni. Igen. Hát, hogy víz ne érje, ugye? Az itt a lényeg. És itt ez megvan. Jó. Na, lehet, hogy ezt oda kellett volna helyeznem, a zuhanyzót, de most már így van is kész. De legalább jobb, mint az a szín. Na, hol van ez a borzalom? Ezt nem lehet változtatni? Fúj. Na mindegy, nem lehet. Kész. Hát jó, akkor legyen ez. Hé, mennyi kandalló van itt? Azt a mindenit. Na jó. Szerintem ezt így meg kell szüntetni. Ez nem kell ennyi. És akkor most így bedobjuk a cuccokat ebbe a szobába, és akkor majd szépen elrendezzük őket. Ez lesz az utolsó költözés, azt mondják. Persze. Hiszem, ha látom. Na, ezt így. Biokandalló. Az igen. Szép. Ó, egy ilyen csicsás-micsás legyen. Ez itt legyen, ahol volt. Milyen jól néz ki ez a bútor. Aha, szép. Nézzük. Ez mondjuk jól néz ki. Így ehhez a... Mindegy. Majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Aha. Szekrény. Aha. Ja, ebből három kell. Egy, kettő, három. Milyen jó nagy tároló lesz ebből. Ebből három? Mi lesz ebből? Vajon? Egy, jó, oké. Egy, kettő, három. Itt egy kis zsúfoltságot fogok érezni, azt hiszem. Ez ilyen... Alig fogok elférni. Na végre van egy nagyon jó csillár. Wow. Király. És akkor... Hő, ez mekkora csillár. Azt a mindenit. Ja, szekrények miatt nem tudtam. De egy... Oho. Gyémánt állólámpa, arany. Wow. Mindegy. Most nézzük meg, hogy mi meg hogy. Hát gondolom, hogy az íróasztal az itt lesz. Várj csak, ez egyáltalán az eleje, vagy a... Nem lehet tudni mi.
Mindegy, ez ott van, ahol. Akkor ezt így ide helyezzük. Aztán van itt érdekesség. Így, nem? Így. Szerintem. Így. Aha. Jó. Ezt így... Ő egy pillanat. Úgy. Lámpa a kandalló fölött, értitek? Na most jó lesz. Aha, tökéletes. Szerintem az íróasztalnak nem itt kellene, hogy legyen. Szerintem itt lesz jó helyen. Így lesz. Majd meglátjuk, de minden esetre ezt ide rakjuk. És ezt ide. Aha. Jó. Na most ezt ide el tudjuk helyezni? Mi van csak, van csak. Nem ide. Ide gondolta. Oda nem megy. Ha csak... Nem. Hol lesz ez így? Nem? Így lesz jó. Aha. Jó. Itt a kapcsoló ide, rá lehet tenni dolgokat. Ezt egy kicsit arrébb helyezzük. Mit szóltok hozzá? Ne legyen olyan közel. Mert a hő az rosszra fordíthatja a dolgokat. Ezt ide rakjuk. Jó. És akkor... ezt így ide helyezzük. És... ha jól látom... így. Aha. Na, úgy. Jó. Hát ez... megvan. Ez egyébként a könyvtár. Érdekes. Jó. Ez megvan. Na most itt van egy óriási nagy cucc. És ugye a lámpacsövet kell, meg a kandallót kell törölni tulajdonképpen. Ezt, meg ezt. Jó. És akkor módosítsam a falat,
Ezt hova gondolt? Mindegy, szerintem ezt a tárgyakat kellene elhelyeznem. És akkor szerintem azzal, hát majd akkor berendezem így. De ugye azt látom, hogy ez egy helyiség. Mi ez itt? Furcsa az elosztása. Ne, de... Mindig félre nyomok. Jó. Oké, akkor ez egy elég nagy helyiség. Hát akkor vásároljunk be először egy ilyet. Oh, azt a mindenit, micsoda elektromos biokandalló. Az igen, szép fehér legyen. Húha, ez egy kicsit túl fehér. Inkább világos legyen. És arany. Oh, azt a jó, nagyon jól néz ki. Csodálatos. Ez mindegy, most így elrendezzük a dolgokat. Azt a micsoda ülő garnitúra, mekkora ez? Ott a hűha, nem lehetne valami szebb szín? Ez túl sápatag. Mindegy, ilyen lesz és kész. Fekete inkább. Basztom. Mekkora ez az ülő garnitúra? Kettő ilyen? Hát ez az érdekes. Ez a fotel. És elég nagy. Nagyon nagy. Ez meg micsoda? Ez egy fotel? Ez milyen fotel? Jézusom. Jó, oké. Jé, na jó, marad ez. Uff. Durva, durva, nagyon durva. Hogy milyen alakú... Jó, ez egy dohányzó asztal, talán. Fehér. Bézs. Aha, ez jó. Oké. Eléggé ilyen modern dolgok vannak. Ez a szőnyeg. Na jó, maradjunk ennél. Egyik se jobb egyébként. Borzalmas mindegy. Na mindegy, azt mondom. Kettő ilyen. Csillár. Fehér inkább. És akkor ezt így ide gondolták? Hogy... És... Oda. Ő kapcsoló. Hát nem nagyon érzem azt a hangulatvilágítást, azt a világítást, amit én éreznék. Na mindegy. Jó. Még itt van egy ilyen kép. De ez most fejjel lefelé van, vagy ez így hosszában van? Ferdén van. Így. Nem, ez így van, ugye? Mindegy. Újjaj. Itt van még egy kép. De csodás. Most csak először így... Na nézzük. Egy ilyen. Egy óra. Egy lába. Ú, de ronda. Inkább maradjunk ennél. MS méret. Az jó. Ez nagy. Mindegy, ezt ide rakom. És... Uff, nem. Maradjunk ennél, fehérnél. Szeretjük a fehéret. Ja, és még egy ilyet. Jó, oké. Na, hát ezt kell így berendeznem, bár hát itt tök üres minden, úgyhogy ez eléggé... Minimális stílusú, minimalista stílus. Mindegy. Ez van.
Ez a szék, ez ott legyen. Ez így. Szerintem. Jó. Egy pillanat, valamit eszközölök. Egy pillanat. Egy pillanat. Jó. Na most ezt itt valahonnan, valahogyan így eléggé érdekes, hogy hogyan is helyezzem el. Mert ez egy sarok, és nem pont sarokra van úgy megcsinálva ez a szoba. Ha csak... ja, nem. Nézzük csak meg, mondjuk itt. Jaj, milyen kicsi ez a szoba. Nézzük csak meg. Mit szóltok hozzá, hogyha a kandalló az itt lenne? Így. Hát egy kicsit belelóg a... Ó, Istenem. Mindegy. Így lesz és kész. Ezt meg arrébb rakjuk. Virágokat is. Ezt is. Na és akkor... Tulajdonképpen... Ha, meg lesz, oké. Megvan. És akkor itt lesz a másik ülő alkalmatosság. Jó. Itt pedig... Igen, itt, így. Szőnyeg pedig, tudom, hogy egy kicsit túlsúfolt lesz így a dolog, de hát nem tudunk mit csinálni. Így lesz jó. És ezt egy kicsit arrébb rakom. Ez mindenképpen arrébb fog menni, így. És akkor... Ez így jó lesz. Jó. Kicsit zsúfolt, de ez van. És akkor mindenképpen növény az itt lesz. Ezt inkább így kellene, nem? Az óra az itt lesz valahol. Meglátjuk, hogy hol. Jó, tudom, hogy ez függőleges, de most így vízszintesen fogjuk elhelyezni. Kész. És van itt egy kép, amit ide a szélére teszünk, az órát oda, aha, jó, az asztal az itt lesz,
kicsit így arrébb rakjuk, arrébb tesszük, hogy igen, jó. Oké. És akkor a másik növényt, azt ide rakjuk, ide helyezzük, na. És hát nem túl jó, vagy ilyesmi. Mindegy. Az órát, azt ide a asztal fölé helyezzük. Jó. Oké, megvan. Na most ugye van egy ilyen csempe. Lesz. Jó. Oké. Akkor... Hát tulajdonképpen egy, kettő... De nem is látok semmit. Nem tudom, hogy milyen ez a csillár, de hogy... Ugye ez... Valami nem stimmel vele, az tud, OCR. Mindegy. Ide elkezdjük így kandallóhoz ilyen csempét rakni. Még nem is költöttünk semmit, és már nézzétek, már narancssárgában van a pénz. Hát ez érdekes. Na jó, minden esetre. Ezt így eltesszük így. Jó, és ezt, aha. Jó, oké. Értem a dolgot. Jó. Na hát, ez a nagy szobában jó drága lett, mindegy. A csillár miatt gondolom. Na, hát akkor jöjjön ez. Tulipán csillár, törölnöm kell. Jó. Oké. Megvan. Van itt egy ilyen. Extravagáns csillár. Érdekes, érdekes. Kicsit még hátrébb rakjuk, mit szóltok hozzá. Jó, oké, megvan. Most egy óriási nagy asztalt. Ez jó lesz. Sötét, sötét. Jó. Hat szék. Jó. Hát akkor nyilvánvaló, ez lesz az egyik. Így lesz a másik. Igen. Jó, és akkor egy szőnyeg. Legyen ilyen. Barzalmas. Na jó, akkor legyen inkább zöld. Hú, ez durva. Na mindegy. Jó lesz ez. Jó. Akkor jöhet a konyha. Ajaj. Na igen. Mik vannak itt? Na, sokkal drágább lenne, de a padlófűtése van szükség. Meg kell szabaduljunk ettől a faltól. Nem szeretném. Hagyjuk a falat a régi fűtési rendszerrel, és csak a régi csöveket cseréljük ki. Az olcsóbb, igen, ezt választom, kész. Na nézzük. Mit kell törölnöm? Na, töröljük.
Hát nyilvánvaló gondolom ezeket. Igen. Ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. És volt lámpa, nincs lámpa. Milyen falakat pusztítsak el? Ja, hogy ezeket? Aha. Tőlem. Ahogy gondolja, uram. Jobb, ha szellősé tesszük, ugyebár? Hogy? Volt lámpa, nincs lámpa. Puff! Volt kapcsoló, nincs kapcsoló. Akkor adjuk el ezt. Hogyha már ennyire bontunk. Ez az. Ajj. Jó, ez így. Na, ez meg is van. Még itt. Ez. Hűha! Az igen! Adok apai tanyait ezekbe. Ez az. Na hát itt... volt egy kapcsoló. Puff. Na, nem. Ezt csak úgy. Jó. Na, hát akkor nézzük. Mik vannak itt? Aha. Mahagóni. Padló. Lap. Tökéletes. Ja, hogy ezt mindegyiket? Ja. Hát az úgy már már. Jó. Aha. Na nézzük. Hát ugye... Húha. Ezek a konyhai részek. Jaj, várj csak! Ez nagyon jó. Ez nekem nagyon tetszik egyébként. Csak úgy mondom. Így. És az az érzésem, hogy ezt ide kellene rakni. Helyezni. Na, igen. Na most. Aha. Bézs szín. De ezt majd csak akkor fogjuk. Aha. Bézs. Hűha. Ez pont nem fér el, mi? De bizony elfért. Ez az. Már elég furcsán néz ki. Uh-huh. Mm. Jó. Elég furcsa lesz, de mindegy. Jó, ez így. De várj csak. Mindegy. Jó, ez így. Elég furcsa. Ennek ott kellene, hogy legyen, nem? Ilyet még nem láttam. Na mindegy. Jó. Hű, ez nagy. Ez nagy. Nagy. Uh-huh. Ó, konyhaszigyet. A család meggondolta magát.
A bársziget helyett inkább szabadon álló szigetet szeretne, amelynek köszönhetően több helyet fog nyerni. Jaj, ezeket a... Hogy utálom az ilyen módosításokat, amikor éppen csinálok valamit, és akkor így azt mondják, hogy mégsem az kell, hanem ez. Vagy az, vagy nem az. Mindegy. Most először nézzük meg, hogy mik vannak itt. Majd így elrendezzük. Kettő. Aha. Még kettő. Kettő. Igen. Aztán ebből egy. Igen. Ebből is egy. Vagy így. Ez jó. Aha. Ez elég érdekes. Ja, hogy még. Még egyet. Aha. Jó, hát azt hittem, hogy csak egy. Így már más. Így már erősebb lesz így a... Na, nem látok semmit. Jó. Oké. Okay. Ja, hogy még egyet? Miért? Hány darabot kell ebből? Mindegy. Jó, ez így. De most hülyeskednek velem? Négyet, vagy hármat? Hűha. Még egyet. Jó, hát négy, állítólag. Hűha. Ez egy kicsit túl, majd egy kicsit elrendezem őket. Kapcsoló. Aha. Hát... ide helyezzük a kapcsolót. Vagy... ide. Aha. Jó. Sziget. Jó, oké. Hát, hogyha a szigetről van szó, akkor az lesz. Sziget. Jó, meg lesz ez. Kicsit szűkös lesz. De ez van. Ilyet akartak. Hát, megkapták. Húha. Fehér. Fehér. Jó. Azt a mindegy. Mi ez itt? Jó, oké. Nem fér el. Ideglenesen ide rakjuk. Na nézzük. Hát nyilvánvaló. Ez így jó lesz. Igen. Jó. Az meg lesz. Ezt egy kicsit lejjebb rakjuk. Hát ez mi? Mi ez a monstrum? Mindegy. Jó. Fú.
Egyébként elég érdekes. Sem helyezkedik el. Meg itt szerintem azért máshogy kellene. Nézzük csak meg. Mi van akkor, ha így tesszük, így hosszába, értitek, mire gondolok? Így hosszába. Sokkal kényelmesebb lesz. Aha. És akkor ez pedig ide. Jó. Nézzük csak meg. Jó lesz, csak még egy pindurkát arrébb rakjuk. Így. Jó. És ezt... Így. Jó. Ezt így. Jó. Na, hát igen, és most fogjuk és vessük le. Bújni. Jó. Jaj. Szükös a hely. De jó nagy. Nem kiméri. Most az ablakot. Na, meg lesz. Jó, és akkor most lesz az, hogy helyezzem el a fehér kerámia csempét. Jó. Na nézzük. Jó. Ezt így. Uff. Jó. Akkor most jön ez. Ja. Egyébként már megvan. Csak még úgy gondoltam, hogy ezt muszáj. Csak már itt vagyok. És akkor itt pedig bézsessel lefestem a maradékot, így. Jó. Ez így meg is volna. Ja, igen. Na, akkor most ez így megvan. Ez is megvan. Igen. Itt ez egy szoba, és van itt, azt mondja, hogy a fiú szeret játszani. Adjunk neki konzolt, nagy tévét, kényelmes foteleket. Újítsuk meg a kandallót,
hogy a modern és a hagyományos stílus egyensúlyba kerüljenek. Ez a hölgy, ez állandóan akar költeni mindenféle luxus cikkekre, de ezt nem fogjuk megcsinálni, mert akkor mínuszba megyünk. Új játékos nőtt fel. Ahelyett, hogy pénzt fektetünk a kandalló díszítésébe, a valódi játékos helyét adjuk meg neki. A készüléket majd ő fogja megvásárolni. Majd igénye szerint, igényei szerint. Ő saját igényei szerint. Jó, oké. Jó, hát ez jobb azért. Talán ez olcsóbb lesz egy fokkal. Na. Jó. Akkor lássunk neki. Először iszok egyet. De ahogy látjátok, még a felével se vagyunk meg. Ez óriási nagy ház. Ahogy látom. Na nézzük. Ez nem? Ez sem? Ez sem? Jó. Hát akkor csak módosítani kell a falakat. Na jó. Jézusom, mennyit kell? Jó. Oké. Mahogóni. Hát jobb, mint ez a kék borzadály. Az hódziher. Igen. Jó. Ez így megvan. Most helyezzük el azért így a ágyat. De jól néz ki. Hát nem. Ez maradjon így. Jézusom, Mariskám. Párnát. Azt mondom. Inkább fehér legyen. Itt meg. Szerintem ez így jó lesz. Szerintem minden fehér legyen, jó? Jó, kivéve ez is jól néz ki. Mekkora ez a gyerekszoba, mekkora ez? Ez nem is gyerekszoba, ez egy nappali. Mindegy. Uff, egy óriási TV állvány. Itt vannak a dugajok, úgyhogy ez itt lesz. Itt lesz a nagy TV. Egy asztal. Kávéasztal? Na hát. Kávézni is leül majd a gyerek, vagy mi? Mi ez ilyen hálószoba, nappali keverék, vagy mi? Függő tévé. Jó, hát persze. Kapcsoljuk is be. Kicsit így ez. Hűha. Még egyszer nézzük. Négy. Hapszivacs forma a gyerekeknek. Cube. Hú. És ezt hova, kérem szépen? Négy darab. Négy. Ja, gondolom, az lesz, hogy itt így. Ezek olyanok, mint az ülések, gondolom. Hangfal. Kettő hangfal szett. Így. Igen, így lesz. Igen. Jó. Oké. Kettő konzol. Hát, na. Milyen színű legyen? Húha, ez durva. Legyen fekete és fehér. Ez úgy jó. Szerintem ezt nyugodtan lehetne így elrakni ide. Igen. Na itt a konzol. Ez jó, ez nagyon menő. Hol az eleje? Melyik az eleje? Mindegy. Így lesz és kész. Majd megfordítja a gyerek. Aha. Fehér. Íróasztal. Aha. Csak hogy az íróasztal az annak itt kell, hogy legyen. Ugye? Igen. Ágya közelében legyen. És egy gamer.
Szik. Ó, ez legyen így. Igen, ez jó. Mögötte legyen az ágy. Mi? Minek kell kettő? Jó, anya. Mindegy, az egyik itt lesz, pótlólag. Hát ez elég érdekes. Minek kell két gamer szék? Csak így kérdezném, hogy egy nem elég? Sosem elég, mi? Fú, már pirosban vagyok. Hűtő? Mi ez már? Ajaj. Hát akkor legyen itt a hűtő a tévé mellett. Hamarosan elfogy a pénzem, persze. Hát ám meg ilyen drága dolgokat kell venni a gyertőcnek azért. Jéz, ez jó néz ki. Oké. És akkor kell egy ilyen. De hogyha van két gamer szék, akkor minek kell még egy szék? Csak úgy kérdezem. Csak... Mindegy, ezt ide rakom. Fölösleges dolgok elhelyezése. Jó. És akkor azt mondjátok, hogy így... Hogy ez így elég lesz. És akkor helyezzem el... Fali csempéket. Sötét szürke. Ez érdekes lesz. Jó, akkor az lesz, hogy... Igen. Jó. Most lesz jó. Igen. Na. Úgyni. Meg lesz ez. Csak elég furcsa így a dolog. Hát, ő tudja. De a tévét egy kicsit középre helyezzük. Így, és följebb. Jó. Szerintem ezt is így. Jó. Ezt így. Ezt is. Úgy. És a konzolt meg ide. Jó. Hát ez megvan. Még mi van hátra? Jézusom, még ezek? Atya úristen. Mi ez? És már pirosban vagyunk, mint a uzat. Aha. Itt mit kell csinálni? Itt semmit. Semmit. Ő itt. Aha, igen. Töröljem ki. Ezt. Jó. És akkor helyezzem el. Még egy ágy. Egy óriási. Fehér. Na jó, inkább. Hát ez borzalmasan néz ki ez a szín. Na mindegy. Más nem tudok. Mekkora ez az ágy? Atya világ. Az ilyen a földön nincs. Jó. Be van vetve? Na mindegy. Jó. Egy szekrény. Aha. Ezt így jó lesz. Egy ilyen. Aha.
Ez jó. Fésülködő asztal. Egy csillár. Borzalmas csillár. Mi ez? Ez nem űrállomás, vagy igen? Jó, oké. Okay. Nagyjából középen van, de még sincs. Itt ez az. Jó. Oké. Okay. És akkor egy szék. Fekete vajon húni. Fésülködő asztalhoz. Jó. Sekér. Minek? Minek az? Jó. Jó, van csak. Ja, jó, oké. Okay. Ó, de jó. Mit kell innen eladni? Ezt? Örömmel. Ezt is. Ezt is. Ezt nem. Ezt is. Jó, oké. Okay. Na, ó, mi ez? Mi ez a borzadál? Na mindegy. Jó. Csempe. Ja, hogy fehér csempe. Igen. Jó. És a WC az így külön van. Tökéletes. Ohoho. Na, és akkor ez megvan. Á, mosogató. Vagy mosdó. Nem tudom. Hol van? Aha. Itt lesz. Jó. Lesz. Valamit kinyitottam. Szerintem az a jó öreg szekrénye lehetett. Szekrény része. Jó. Megvan. Aha, a fiókja. Ja. Egy kicsit szűkös a hely, de mindegy. A vicénél már csak ilyen. Na és akkor... pusztítsam el a falakat. Van ilyen? Na hát... És ja, hogy... Aha. Itt kell pusztítanom. Jó, oké. Tőlem. Legalább kényelmes lesz. Ők mondták. Nem én. Ja, hogy azt kellett mondani. Nem néztem a felső falat. De hát. Hiha. Na jó. Oké, most már ezt így újra rakom. Na jó, oké. Újra. De... Ezt egy kicsit elszúrtam, de mindegy. Semmi gond. Előfordul ilyen. Na, innen kezdjük. Ó, igen, ez az. Most jó. Hoppá, ez az. Ez mi volt ott? Az a ford. Jó, oké. Okay. Jó, itt egy kis minuszok lettek. Pedig azt hittem, hogy ez a fal ez így megmarad, mert elrejti tulajdonképpen a WC-t. De mindegy.
ez így beleptem a... Jó, oké. Igen. Aha. Zuhany. Aha. Akkor ez így jó lesz. Ez így tökéletes lesz. Jó. És akkor... ezt a jó nagy zuhanyzót megcsináljuk. Ez az. Így. Ez olyan elegáns. Nekem nagyon bejön. Jó. Wow, menő. Jó. Akkor most jön WC papírtartó. Az hát nyilvánvaló, hogy ide helyezem el. És van kettő chiller. De még milyen ronda? Mindegy. Ezt kell megszoknunk. Az egyik itt lesz, a másik ott. Jó. Ő kapcsoló. Yeah! Na és akkor... de várjunk csak. Ez... így már jó. Oké. Na, akkor nézzük meg. Ez ilyen csempe. Jó, legyen ez. Egy lesz, vagy kettő? Jó, hát kettő, úgy látom. És akkor... nézzük meg. Így. Elég borzalmasan néz ki ez a szín, de hát... ezt kell szeretnünk. Nem az én... ízlésem. Ez meg kell szokni. Jó, ez. És van ez. Jó. Fú, azt a minden. Na mindegy. Van egy ilyen, és akkor ezt így megoldjuk sutyiban. Jó, ezt így, és így. Jó. Na és akkor... ez az... ez miért? Nem tudom. Na mindegy. Veszünk egy ilyet. És akkor fessünk. Elég érdekes ez a kombináció, de hát... ezt kell megszokni, ugye? Igen? Jó. Ezt így... tudja el az... oda, jó. Ez így meg lesz. Hihihi, de jó. Jó. És akkor... miért kell az a... négy szín? Gondolom a WC-nél mi ezt a borzalmat? Anyám. Hát...
ízlések és pofonok, de ez szerintem nem kellene. Na mindegy, valahol máshova fessük ezt. Ott, ahol kevésbé lehet látni. 2, 3, 4, 5. Szerintem ezt így. Jó. Jé, ragyogó. És mi? Ugye most csak szivattok. Tudti, hogy ezt így. Persze. Nem mindegy, hogy mit, hogy mi. Mindegy. Jó helyen van. Engem szórakoznak itt velem, figyeljétek. Ez nem szép dolog. Mi nem jó nekik? Kész, így lesz. Nincs vita. Jézusom, itt még van ilyen. Mindegy, szerencsére csak kettőt kell vennem. Egy ilyet. Egy elég ronda színűt. Gondolom ez lesz a gyerek szoba, nem? Inkább ez legyen. Fehér. Világos. Jó. Így lesz. Igen. Hát ezt nem túlozták el. Az igen. Tessék, itt van. Érdekes. Jó. Itt. Ajaj. Hozzuk létre a rózsaszínű királyságot. Lídia imádja ezt a színt. Én nem szeretem ezt a színt. Ez a szoba ne csak a hálószoba legyen, hanem a barátokkal való találkozásoknak a helye. A fotel helyett fehér íróasztalt és a sporteszközökhöz polcokat adjunk, oké? Hát nyilvánvaló ezt választanám, és teljesítményt értem el. Oliver's Way. Oh, oké. Mi? Mit töröljek ki? Na nézzük. Hát először is a mahagóni padlóra. Az, igen, az mindenképpen szükséges. Igen. Módosítsam a falat, de hova? A tapétákat hova rakjam? Na nézzük. Oké. Ide. Hát, jobban lehet látni. Bár lehet, hogy nem lesz annyi. Lehet, hogy lesz. Igen? Hoppó. Á, igen. Jó. Oké. Oké. Kettőt felszerelünk. Egy, kettő. És akkor ezekkel meg vagyok. Jó. Na, ezzel így megvagyunk, és akkor megvesszük a dolgokat, de nem rózsaszínben.
Szódziher, hogy nem. Fehér. Hú, 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 fehérbe. Szép hófehérbe lesz. Itt lesz. Oké. Mennyi kell ebből? Egy. Oké, fehér. Most csak úgy bedobáljuk. Húha, az igen. De jó néz ki. Aha. Elég menő. Ez az íróasztal. Ez elég furcsa kinézete van. Mindegy. Aha. Így lesz jó, szerintem. Most csak úgy ide-oda rakjuk, aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Igen, kettő lámpa. Aha. Az egyik nyilvánvaló itt lesz. Aztán majd a másik az éjjel szekrényre. És egy ilyet még berakunk ide. Jó! És állítólag megvagyunk. De még előtte azért szépen elrendezzük. Így. Aztán na. Jó. Nem, a lámpát kérnem. Igen. És tulajdonképpen ezt simán meg lehetne. De nem lehetett volna. Pú, azt a minden. Mindegy. Csak ugye, az a gond. Jó, tudjátok mit? Na! Hú! Rajta állok a növényen, figyelitek? Jó, oké. Így lesz. És így. Jó. Hát ez így. Így van. Feladat befejezése. Hát befejeztük. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. És 100%-osan teljesítettem a megrendelést. Úgyhogy tök jó lett. Nagyjából. Ó, igen, ez tökéletes lett. Jó, hát ez lett volna így. Nagyszerű, csodás. Na, hát ezzel szerintem be is fejeztük ezt a megrendelést, úgyhogy ez tökéletes volt, és pár millióval gazdagodtunk. Ja, már csak az irodámat kellene majd lecserélnem. Jó, ez elég nagy hodály. De lehet, hogy majd lesz egy tengerparti irodám. Amit majd saját magamnak majd megcsinálok, de ez majd, amikor már az összes megbízást
elvégeztünk, igen, elvégeztük. Mert azért van még, azért így, igen. Na mindegy, ez így jó volt. Na. És ahogy látjátok, már 970 ezer millió van. Vagy igen. 970 millió, nem ezer, Jézusom. Miket mondok én már? Na. Jó, 970 millió van, és hamarosan 1 milliárdom lesz, de az még odébb lesz. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a House Flipper. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!